Az UKKS nemrég arra vállalkozott, leméri, megméri a székelyek boldogságát. Az elmúlt hetek online kérdő ívezése lezárult, közel 1500-an töltötték ki az íveket. A szakemberek azt mondják, a nem reprezentatív adatokból az derül ki, hogy bizony a székelyek, mi nagyon, de nagyon boldogok vagyunk, ezt dr. Szabó Árpád közgazdász mondta. A kérdőívre adott válaszok szerint a székelyek boldogok. Sőt, meglepődtem, hogy mennyire boldogok. Ehhez persze figyelembe kell venni ilyen tudományos dolgokat, mint a mintavételnek a reprezentativitása, mert kicsit túl sok hölgy töltötte ki az interneten elérhető kérdőívet, több, mint amilyen a lakosságban az arányuk, több városi töltötte ki, mint valóságban léteznek, több felsőfokú végzettségű ember töltötte ki, és ezekről mind úgy jött ki, hogy ezek boldogabbak az átlagnál. Az itt élők tehát boldog emberek, Székelyföld nagyon boldog. Egyébként a kérdőívvel a kezdeményezők olyan 15 év feletti magyar embereket szerettek volna megszólítani, akik itt élnek és székelynek érzik magukat. A cél az volt, hogy valós kép szülessen arról, hogy mennyire boldog a székely. Nagyon sokat halljuk ezt, hogy GDP, vásárlóerőparitás, munkanélküliség, munkaerő, elvándorlás, stb. És kíváncsi voltam arra, hogy ezekhez képest, amikről tudunk, hogy a Székelyföldön milyenek ezek az adatok, ezekhez képest, hogy áll a boldogság szint. Mert ugye van egy ilyen alapkoncepciónk, hogy mi magyarok, székelyek, ilyen búskomorok vagyunk, de én kíváncsi voltam erre, hogy valóban erről van-e szó. Az esemény záró mozzanata egy kerekasztal beszélgetés volt, ahol a vállalkozó, az irodalomtanár, a pszichológus, a filozófus és a vallási ember szemszögéből az egybegyűltek közösen tovább boncolgatták, hogy mitől boldog a székely.